Most még csak Biri határáig lehet kerékpárral közlekedni, jövőre azonban változik a helyzet. Egy közel 300 millió forintos toppos pályázati forrásban megépül a Birit Balkánnyal összekötő útszakaszon is a kerékpárút. Ez fontos a község életében, mivel így könnyebben megközelíthető majd Nagykálló, amely a környező települések lakóinak is munkahelyet biztosít. Ez a projekt jelenleg a közbeszerzés előkészítésénél tart, de további közel 300 millió forintos forrásból új bölcsödét is építenek. A legfontosabb és legnagyobb igényű szerintem a bölcsödeépítés lesz, amely három csoportos bölcsödét fogunk építeni jövőre. Ezt top pályázaton nyertünk, reményem szerint az jövőre el is készül, és segíti elsősorban a kismamáknak a visszailleszkedést, és elsősorban, hogy minél hamarabb munkába tudjanak állni, és ne legyen gond a gyermek elhelyezés, ami jelen pillanatban sajnos gond. Jelenleg a bölcsödéskorú gyerekeket is sokszor az óvodába iratják be a szülők, vagy a környező településekre hordják bölcsödébe. Balkányban is egyre több a gyermek, és a polgármester azt reméli, mivel a Balkány központi helyen van, ezért a környező településekről is érkeznek majd az újonnan megépült bölcsödébe. Jelenleg ennél a projektnél is a közbeszerzés előkészítése zajlik, de a tervek szerint ez télen lezárul, és tavasszal megkezdődik az építkezés. Ami jelenleg most folyik, egy szennyvízberuházásunk, egy 1 milliárd 200 milliós szennyvízberuházásunk, amely valószínűleg nem lesz kész már ebben az évben, az időjárás függvényében, de én úgy gondolom, hogy jövő év elején mindenképpen kész lesz, és végre valahára minden belterületi lakos rá tud kötni a szennyvízhálózatra, és emellett egy új korszerű szennyvíztelep is épül Balkányban. Erre már nagyon régóta vártak a balkániak, ezért a polgármester hozzátette, idén 90%-osan biztosan elkészül a projekt.